Nem kell kriptovaluta szakértőnek lenned, hogy értsd a mai videó témáját, sőt, még csak nem is a kriptovalutákról lesz szó, hanem az egyik kriptotőzsde nemzetközi botrányáról. De miért érdekes ez számodra, hiszen még egy fél bitcoinot sincs? Hát azért, mert ez az eset is kiválóan bemutatja, hogy miként néz totálisan hülyének minket és téged a világ elit. Meglepő, de egy összeesküvés elméletből ma ismét összeesküvés gyakorlat lett. Na kezdjük! Ami fontos, kriptovaluta egyenlő virtuális pénz. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, stb. Azt kérdezed, hogy ez a szar itt a kezemben, ez mitől értékes? Hát nem, nem az. Ez csak olyan illusztráció. 600 forint a Vissen darabja. És a mai videóhoz ennyi kriptóismeret bőven elég is. De térjünk rá a lényegi dolgokra. Persze csak azután, hogy feliratkoztál, mert ilyen szépen kérem. Az FTX mélyrepülése. Az FTX nevű kriptotőzsde vezetője Sam Bankman-Fried pillanatok alatt vált fiatal zseniből a kriptoszektor első számú közellenségévé. Képzeld el, hogy este úgy fekszel le aludni, hogy van egy milliárdokat érő birodalmad. Egy menő sziget, rajta egy kastély, négy toronnyal, körülötte hullámvasút, meg minden ilyen színes szagos szarság. Majd reggel arra ébredsz, hogy az egészet elnyelte az óceán. És ezzel kb. Le is írtam az FTX tavalyi állapotát. Az FTX 2022. november 11-én csődvédelmet kért, miután a vállalat értékelése pár nap leforgása alatt 32 milliárd dollárról nullára zuhant. Épp úgy, mint az alapító, vezérigazgató Samuel Bankman-Fried 16 milliárd dolláros nettó vagyona. Az FTX indulásakor a Binance egy korai befektető volt a cégben. A Binance is egy kriptotőzsde, tudod, ahol ilyen szarokat vehetsz. Mármint igaz, itt nem Vissen rendeltet. A Binance CEO-ja Changpeng Zhao és az FTX vagy FTX alapítója Sam Bankman-Fried ekkor még jó barátok voltak. Ám később a két vállalat vezetője között megromlott a viszony. Ez odáig fajult, hogy az FTX 2021-ben kivásárolta a Binance-t, amiért az utóbbi nagyjából 2,1 milliárd dollárnak megfelelő összeget kapott FTT-ben, ami az FTX saját tokenje. A két alapító közötti viszony később se javult, a két cég rivális lett. Az FTX bukása 2022. november 2-án kezdődött, amikor a vállalat testvér cégéről, az Alameda Research-ről kiderült, hogy 5 milliárd dollárnyi értékben tartott FTT-t, valamint a cég befektetési alapjait is ebbe fektették, nem hagyományos pénzbe, dollárba, euróba, stb. De még csak nem is stablecoinba, azaz hagyományos pénzhez kötött kriptovalutába, és vagy egyéb stabilabb kriptopénzbe. Na ez aggodalmat váltott ki a két vállalat fizetőképességével kapcsolatban. A katalizátor, amely az egész folyamatot elindította, a Binance november 6-ai bejelentése volt, miszerint a közelmúltbeli fejleményekre hivatkozva meg akar válni a birtokában lévő FTT tokenektől. Mivel a Binance rendelkezett a teljes FTT készlet nagyjából 7,4%-ával, a hírre az FTT árfolyama 10%-ot zuhant. Ennek hatására a kisbefektetők pánikba estek, és mindenáron meg akartak szabadulni a birtokukban levő FTT-től, aminek hatására az FTX likviditási válságba került. Az FTX november 8-án a Binance-hez fordult segítségét, és egy nem kötelező érvényű megállapodást kötöttek, amelynek értelmében a Binance felvásárolná a riválisát. A bejelentést követő napon az FTX pénzügyi jelentéseinek átvilágítása után azonban a Binance elállt az üzlettől, ez hozta el a fordulatot. Az átvilágítás során egyértelművé vált ugyanis, hogy az FTX helytelenül kezelte ügyfelei pénzét. Így jutunk el november 11-ig, amikor is Bankman-Fried lemondott a vezérigazgatói posztról, és csődvédelmet kért. Az FTX 100 ezer és 1 millió közötti hitelezőnek tartozhat. Az amerikai értékpapír és tőzsdefelügyelet eljárást indított, mivel szerintük Bankman-Fried éveken át tudatosan építette család üzletét, amivel több milliárd dollárnyi ügyfélvagyont fordított a saját hasznára. Például a pletykák szerint ilyen csinos barátnőjével, Caroline Ellisonnal rengeteget kokainoztak a különböző trópusi szigeteken. De minden esetre az FTX csődje után Sam Bankman-Fried valóban a Bahamákra távozott, és később kiderült, hogy a szülei számos ingatlant vásároltak az előző időszakban a Bahama-szigeteken. Ráadásul nem is akármilyen ingatlanokról van szó. Az elmúlt két évben megvásárolt 19 birtok összesen 121 millió dollárt ér. Bankman-Friedet végül a Bahamákon vették őrizetbe december 12-én, és kiadták az Egyesült Államoknak. Egy ideális világban a történet úgy végződne, hogy Bankman-Friedet a bíróság elítéli, és jó pár évre rács mögé kerül. A történet azonban még közel sem ért véget. Az USA-ban Sam Bankman-Friedet végül egy 250 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és azóta házi őrizetben van, szülei kaliforniai otthonában. De úgy néz ki azonban, hogy az FTX botrány 2023-ban is folytatódott, mivel jelentések szerint Bankman-Fried január elején 684 ezer dollárnak megfelelő kriptopénzt utalt egy Seychelles-szigeteki tőzsdére.
a bőkezű aranyifjú. Az ügy érdekessége, hogy 2022. márciusában az FTX és az ukrán kormány létrehozott egy platformot, amelyen keresztül a háború sújtotta országnak lehetett segítséget nyújtani kriptovaluták formájában. Az amerikai sajtó a botrány tavalyi kitörésekor kiakadt, ugyanis nagyon súlyos feltételezések merültek fel az FTX és a demokrata párt közötti kapcsolatról. Az FTX vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried, a demokraták második legnagyobb adományozója volt a félidős választások előtt, mindössze Soros György tudta maga mögé utasítani. Most állj meg egy pillanatra, és képzeld el azt a helyzetet, ahol csak Soros György ad több pénzt a demokratáknak, mint te. Mint oly sok minden, ez is csak véletlen. 2022. február 24-én megjelent egy érdekes Twitter bejegyzés Sam Bankman-Fried idővonalán. 25 000 dollárt adtunk minden ukránnak az FTX-en. Tedd, amit tenned kell. Véletlen egybeesés csupán, hogy ez pont azon a napon történt, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. A bejegyzés ma már nem elérhető, az FTX csődbe ment, Bankman-Friedet pedig lekapcsolták a hatóságok. És itt vége is a történetnek. De nem. Jöjjön néhány villáminfó, ami amolyan háttéradat, de ígérem, hamarosan teljes lesz a kirakós. Samuel Bankman-Fried 2019-ben indította az FTX-et, ami nagyon pörgött. 2022. októberében a becsült vagyona 15,2 milliárd dollár volt. Az FTX-et már a kezdetekben olyan sztárok pártfogolták, mint az NFL legenda Tom Brady, a szupermodell Giselle Bündchen és az NBA superstar Stephen Curry. 2022. november 8-án az FTX szolvencia válsága közepette a Bloomberg Billionaires Index szerint Bankman-Fried nettó vagyona egy nap alatt 94%-kal 991,5 millió dollárra esett vissza. A cég még 4 milliárd dollárt kért a befektetőktől, miután közölte, hogy 8 milliárd dollárt veszítettek a kriptopiacon. A vállalat pénteki közleményében viszont már azt tudatta, hogy a vezérigazgató Sam Bankman-Fried lemondott posztjáról, de a cégnél maradt, hogy segítse a rendezett átmenetet. Hackerek feltörték a rendszert, és állítólag 473 millió dollárt loptak el. A Reuters két az ügyhöz közel álló forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy legalább 1 milliárd dollárnyi ügyfélpénznek nyoma veszett a szolgáltatónál. A Reuters azt is állította, hogy az FTX titokban 10 milliárd dollárnyi ügyfélpénzt irányított át egy másik kereskedő cégébe, a korábban már említett testvércégbe, az Alameda Research-be. A Fehérház közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri az FTX összeomlását, és a platform csődjét újabb bizonyítéknak tekinti arra, hogy a kriptovalutaipar szigorú szabályozást igényel. A MarketWatch beszámolója szerint Bankman-Fried támogatta Joe Bident és az őt támogató csoportokat a 2020-as elnökválasztási kampánya során. Az Open Secret szerint Bankman-Fried közel 37 millió dollárt adott a demokratáknak a 2021-22-es választási ciklusban. Érdekes, hogy 235 000 dollárt adományozott a republikánusoknak is, de ez olyan zseppénznek minősül ahhoz a 37 millióhoz képest, ami a demokratáknál landolt. 2022. májusában Bankman-Fried azt mondta, hogy a 24-es elnökválasztáson várhatóan több mint 100 millió dollárt adományoz a demokratáknak, de megfogadta, hogy a politikai költés 1 milliárd dollárt tesznek majd ki, ha Donald Trump volt elnök és újraindul, természetesen ellene fog majd költeni. Hát ezt a házi őrizetből már egy picit nehezebben teheti. A The Washington Free Beacon beszámolója szerint Bankman-Fried április 22-én és május 12-én találkozott a vezető Biden tanácsadóval, Steve Ricciettivel, a Fehérház látogatási naplói szerint. Sam testvére Gabe Bankman-Fried, aki a milliárdos politikai műveleteit kezeli, ő pedig március 7-én tett látogatást a Fehérházban. Sam nagyrészt a demokrata Protect Our Future nevezetű politikai akcióbizottságot finanszírozta, amely 2022. májusában indult. Szintén májusban Gabe Bankman-Fried a következőket mondta a szervezetről. Ha ez egy furcsa kriptodráma, én biztosan nem kaptam róla tájékoztatást. Meg akarom állítani a következő világjárványt. Ez az egyetlen célom. Azt hiszem, idővel az emberek ezt fel fogják ismerni. Úgy tűnik egyébként, hogy a demokrata párt támogatása családi biznisz, ugyanis a kriptomilliárdos édesanyja Barbara Fried 2018-ban megalapította a Mind the Gap nevű politikai akcióbizottságot, amelyen keresztül ő is a pártot támogatta. Kérdés, hogy kaptak-e cserébe bármit, és ha igen, akkor mit? Már megint Ukrajna. Bármennyire is furcsa, Ukrajnának komoly érdekeltségei vannak a kriptovalutákban. Bár ez nem is annyira furcsa, ahol így dobálóznak a milliárdokkal, ott előbb-utóbb Ukrajna is feltűnik. A Foreign Policy című lap tavaly hosszú cikkben foglalkozott a témával. Az országban mintegy 100 vállalat működik a kriptovaluta szektorban, még a jogszabályok teljes körű elfogadása nélkül is. Jó, ez azért nem annyira meglepő. A Hacken kiberbiztonsági cég és az Ukrán Kockázati és Magántőke Egyesület jelentése szerint 2019. júliusa és 2020. júniusa között 8,2 milliárd dollár értékű kriptopénz ment ki Ukrajnából, míg 8 milliárd dollár értékben érkezett az országba.
Ez már csak azért is gyanús, Ukrajnát ismerve, mert több ment ki, mint amennyi bement. Az ország átlagos napi kriptopénz tranzakciós volumene 150-200 millió dollárnak felelt meg. Amint elfogadjuk a jogszabályt, Ukrajna a világ egyik legjelentősebb kriptovaluta célpontjává válik. Nem sok olyan ország van, amelyik kriptobarát, ezért a cégek azokba mennek, amelyek igen. Fogalmazott a lapnak a digitális átalakulásért felelős miniszter helyettes Alekszandr Bornyakov. Ha Ukrajna kriptobarát, akkor a Bahamák meg offshore jó szomszéd. Mivel a kriptovaluta bányászáshoz rengeteg energia kell, épp a zaporizsiai atomerőmű mellé akartak felépíteni egy létesítményt. A beruházás 700 millió dollár lett volna. A Foreign Policy szerint az ukrán tisztségviselők nagyon szerették a kriptót. Ezt valami szakértői vélemény kellett. Az adatok szerint tavaly március végéig az ukrán köztisztviselők összesen 46.351 bitcoin birtoklásáról nyilatkoztak, ami a cikk írásakor aktuális bitcoin árfolyamon számolva átlagosan 1,7 milliárd dollár, azaz bitcoin tulajdonos köztisztviselőként 2,6 millió dollárt jelentett. És akkor még nem beszéltünk a többi kriptovalutáról. Érdekes módon a legtöbb bitcoin tulajdonos a városi tanácsoknál, a védelmi minisztériumban és a nemzeti rendőrségnél tevékenykedett. A legnagyobb egyéni bitcoin tulajdonos egy bizonyos Mishalov Vlacheslav Dmitrijovics, a Dnipropetrovszki városi tanács egyik képviselője, aki mintegy 700 millió dollár értékű valutát birtokolt. Érdekes módon az ukrán kormány márciusban elindított egy kriptopénz adományozási weboldalt, amely mögött az FTX állt. A CoinDesk kripto hírportál arról írt, hogy az Aid for Ukraine mögött az FTX kriptotőzsde, az Everstake Tate platform és az ukrán Kuna tőzsde áll. Az adományozott kriptókat az ukrán nemzeti bankba továbbítják, és az ukrán digitális átalakulásért felelős minisztérium is részt vesz a folyamatban. Az Everstake sajtóközleménye szerint az Aid for Ukraine együttműködik az FTX-el, amely a beérkezett kriptopénzeket fiat valutára konvertálja, és az adományokat az ukrán nemzeti banknak küldi. Ez az első olyan eset, amikor egy kriptopénzváltó közvetlenül együttműködik egy állami pénzügyi szervezettel, hogy csatornát biztosítson a kriptoadományok számára. A hónap elején az FTX már átváltott 1 millió dollár értékű SOL-t, és átutalta azt az ukrán nemzeti banknak. Sam Bankman-Fried akkoriban úgy fogalmazott. Az ukrajnai konfliktus kezdetén az FTX úgy érezte, hogy minden lehetséges módon segítséget kell nyújtania. Ukrajnával együttműködve létrehoztuk a fizetési csatornákat, és megkönnyítettük a kriptoadományok fiat pénznemre való átváltását. Lehetővé tettük az ukrán nemzeti bank számára, hogy segélyt és forrásokat juttasson el azokhoz az emberekhez, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Főleg a köztisztviselőknek. Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy együtt dolgozhatunk Szergej Vaszilcsukkal és az Everstake csapatával, akik továbbra is fáradhatatlanul dolgoznak a konfliktustól szenvedő ukránok megsegítésén. Az, hogy az ukránok kriptovaluta formájában kérnek támogatást, nem új keletű dolog, hasonló módszert alkalmaztak 2014-ben is, amikor Oroszország annektálta a Krím-félszigetet. A The Washington Post cikke szerint a kriptotámogatásra való felhívás Ukrajna miniszterelnök helyettesétől Mikhailo Fedorovtól származik. A felhívása először a Telegramon, majd a Twitteren jelent, meg néhány órával később pedig Ukrajna hivatalos Twitter oldalán is ott szerepelt. A cikk szerint az ukrán kormány több mint 42 millió dollárnyi kriptopénz adományt gyűjtött össze. Ezeket hamar pénzre váltották, és drónok, golyóálló mellények, hőérzékeny védőszemüvegek és benzin vásárlására használták fel, állami szereplőktől és a magánszektortól egyaránt. Nyilvánvalóan nem tudunk atombombákat vagy rakétákat vásárolni, de a legtöbb nem halálos dolgot meg lehet venni kriptóval, mondta a kijevi székhelyű Kuna tőzsde vezérigazgatója Mikhail Csobányán. Fedorov augusztusban a Twitter oldalán hozta nyilvánosságra, hogy az Aid for Ukraine-en keresztül 54 millió dollárt sikerült összegyűjteni. Októberre az összeg meghaladta a 60 millió dollárt. Az összesítés szerint a kriptopénzeket katonai felszerelésekre, hardware-re és lőszerekre költötték, köztük 11,8 millió dollár értékben drónokra, amelyeket általában az ellenséges csapatok felderítésére és a támadások irányítására használnak. Az adományok jelentős része 6,9 millió dollár ment golyóálló mellényekre, valamint 3,8 millió dollár tábori élelmiszeradagokra, 5,2 millió dollár háborúellenes médiakampányokra és 5 millió dollár a Védelmi Minisztérium kérésének megfelelő fegyverekre, valamint egyéb katonai és egészségügyi kiegészítőkre. És ezt onnan tudjuk, hogy az ukránok tételesen elszámoltak minden egyes beérkezett kriptocenttel. Mert ők már csak ilyen becsületesek. Még mindig Ukrajna.
Marjorie Taylor Greene, republikánus kongresszusi képviselő azt írta a Twitter oldalán, hogy vizsgálatot akar arról, hogy mennyi amerikai pénz került Ukrajnába. Számadást akarok minden egyes fillérről, ami Ukrajna finanszírozására ment el. Senkinek nincs ellenvetése, ugye? Fogalmazott Greene, aki többek között arról ismert, hogy korábban azt ígérte, ha nyernek a republikánusok a félidős választásokon, onnantól kezdve Ukrajna semmit sem fog kapni az Egyesült Államoktól. Minden bizonnyal nem véletlen, hogy Greene épp most akar átvilágítást tartani a forrásokról, ugyanis az amerikai sajtóban az ezt megelőző napokban súlyos feltételezések merültek fel Ukrajna és az FTX kapcsolata között. A Red State című lapban például úgy fogalmaztak: úgy tűnik, hogy miközben az Egyesült Államok Ukrajnát és annak háborús erőfeszítéseit finanszírozta, az ország vezetői pénzt fektettek az FTX-be. Jesse Waters, a Fox News műsor vezetője ennél is súlyosabban fogalmazott. És mit csinált az FTX az Ukrajna által befektetett pénzzel? Nos, egyenesen a demokrata pártba fektették vissza. A demokraták pénzt küldenek Ukrajnának, Ukrajna pénzt küld az FTX-nek, az FTX pedig pénzt küld a demokraták kampányaira. Nem tudom, hogy ez profitálás a háborúból, vagy pénzmosás. Tényleg nem tudom, de ki kell vizsgálni. Jeffrey Tucker, amerikai író és kriptoguru, a Fox News-on futó Will Kane podcastben azt mondta, ez az igazán érdekes. Sok szóbeszéd van az FTX és az ukrán kormány közötti kapcsolatról, amelyről minden bizonnyal hallott. Az állítások szerint az ukrán kormány arra használta az FTX-et, hogy átváltsa azt a sok pénzt, amit amerikai segélyként kaptak. Itt jön be a pénzmosás, aztán ezt a pénzt demokrata politikusoknak adták, hogy még több segélyt szavazzanak meg. Ha ez igaz, akkor ez egy komoly botrány. Nem akarok pletykákat terjeszteni, egyelőre várom ezeknek a dolgoknak a megerősítését. Tucker hozzátette még, az USA által Ukrajnának ebben a háborúban nyújtott segélyek nagy része eltűnőben van. A vádak szerint a források nagy része az FTX-nél volt letétbe helyezve. Az ukránok tagadnak. Alexander Bornyakov a következőket írta a Twitteren. Egy adománygyűjtő kriptoalapítvány az Aid for Ukraine márciusban az FTX segítségével alakította át a kriptoadományokat fiat valutákra. Ezek a hagyományos pénzek, ha már ilyen sokszor elmondtam ezt a kifejezést. Az ukrán kormány soha nem fektetett pénzt az FTX-be. Az egész narratíva, hogy Ukrajna állítólag befektetett az FTX-be, ami pénzt adományozott a demokratáknak, őszintén szólva nonsense fogalmazott. És mi mást írt volna? De tényleg, mondta volna, hogy júj, de ügyesek vagytok, hogy mindenre rájöttetek. Oké, cső. Nem véletlenül mondják, hogy az olcsó gabona mellett Ukrajna másik fő exportterméke. A pénzmosás. Nincs az a vagyon, amit Ukrajnában ne tudnál kifehéríteni. De akkor összegezzük gyorsan. Van nekünk egy szárnyaló kriptotőzsdénk, ami hogy-hogy nem csődbe ment, de az alapítója és annak egész családja olyan szorosan köthető a demokrata párthoz, hogy az avatatlan szem már-már szijámi ikreknek nézi őket. Majd van nekünk egy Ukrajnánk, ahol a köztisztviselők hirtelen kriptomilliómossá váltak, és ahová a demokraták házi kriptospekulánsa kis teherautókkal hordta be a kriptovalutát. Aki ezek hallatán nem fog gyanút, az nézzen inkább Teletubbit. Why is it, when something happens, it is always you three? Believe me, professor, I've been asking myself the same question for 6 years. Vagy olvasson Lakmuszt és 444-et. Aki számára viszont több mint gyanús, az iratkozzon fel a csatornára, mert jövő héten egy újabb összeesküvés elméletről rántjuk le a leplet. Sziasztok!